Távol a világ zajától, a meghitt környezet már több alkotni vágyó művésznek nyújtott ihletet és adott otthont. Ez alkalommal táborozók érkeztek az alig több mint 100 lélekszámú Kalaznóra. Az idén pécsi építészekkel közösen elkezdtünk szervezni egy tábort. Ők nagyon érdeklődnek az ökológikus építészet és a hagyományos természetközeli építőanyagokkal való építkezés iránt. Én pedig ezt csinálom itt építész végzettség nélkül, itt Kalaznón, és akkor a kettőt összekötöttük, és akkor szerveztünk egy tábort, ahova eljöhettek olyan főleg műszaki területről érkező emberek, akik kipróbálhatják ezt a fajta építkezést. Belenyúlhatnak a sárba, egész koszosak lehetnek úgy, mint én minden nap. A helyi sárral tapasztunk, szalmával, törekkel, használunk még, nem tudom, lócitromot. A felújítás alatt álló, nemrég még omladozó házban valószínűleg olyan gerendák vannak, amelyek még német erdőkből kivágott tölgyből készültek. Az otthonteremtésnek és a családi házépítés léptékben ez egy olyan alternatíva a megszokott konvencionális építőanyagokhoz képest, ami a helyi erőforrásokat használja ki mind emberi, mind anyagi oldalról is. És a szalma egy olyan alapanyag, ami hőszigetelésként, falazóanyagként is, és térkitöltőanyagként is, és a vakolat egyéb rétegeiben is helyet kap, tehát egy nagyon széles körben használható anyag, és ezt szeretnénk a vályog valamilyen ismertségére feltornászni, hogy a két anyag együtt, mint egy hagyományos és egy természetes építési rendszer ismerté váljon az országban. A házfelújítás fortéjait, amit gyakorlatilag újrahasznosított környezetbarát módon történik, szeretnék a jövőben is továbbadni, mondta el nekünk az építész szakember. Jövőre szeretnénk igen egy új tábort szervezni, most vagy ennél a háznál, de ez valószínűleg elkészül, akkor viszont Kalaznón van elég sok ház, ahol ezt lehet alkalmazni bátran. És jövőre újra próbálkozunk. Környezetünk mindig árulkodik kulturális szintünkről.